A fiatalok harca a veszélyes betegségek ellen nevű irodalmi és képzőművészeti pályázat idei témája a cigaretta káros hatásai voltak. Egyes felmérések szerint Szerbiában megközelítőleg 2,3 millióan dohányoznak rendszeresen. 63%-uk a középiskolában gyújtott rá először, 13%-uk pedig még 15 éves kor előtt kezdett el cigarettázni. Savez društva za borbu protiv raka Vojvodine ima osnovni cilj i osnovnu nameru da ljude motiviše da se na svojim radnim mestima, u školama, u kućama bore za one zdrave stilove života i da sprovode sve one preventivne mere koje se tiču raka. A pályázatra az általános és középiskolás diákok, illetve az iskoláskor előtti intézmények tanulói küldhették be munkáikat. A Vajdasági Rákellenes Egyesületek Szövetsége az oktatókat is elismerésben részesítette a figyelemfelhívási programokban való aktív részvételükért. Persze, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekeket már motiváljuk az egészséges életmódra, persze már az óvodában is az első napoktól kezdve beszélünk erről. Szerbiában évente 5500 új tüdő és hörgőrákot fedeznek fel a pácienseknél. Átlagosan 5000 ember halálát okozzák ezek a betegségek. Az esetek 85%-ában az aktív vagy passzív dohányzás a felelős a megbetegedésekért a szakértők szerint. Sofia Vigyikant, a pályázatra beérkezett munkák elbírálásában résztvevő zsűritag szerint is rendkívül fontos már nagyon fiatalkorban felhívni a gyerekek figyelmét a dohányzás káros hatásaira. Kada kao mladi shvate koliko je važno da vode računa o sebi i o svojoj okolini, da budu zdravi i da motivišu druge da budu zdravi, mislim da kada to shvate u jednom ranom dobu, možemo se nadati da će postati zdravi ljudi i da će takvi ljudi učiniti naše društvo bolje. A jótékonysági rendezvényen a díjak kiosztása mellett az Egyesület megtartotta a rendesülését is, valamint szakmai előadásokat tartottak a pajzsmirigyrák veszélyeiről és gyógykezeléséről.